A rajzos munkarészeket követően a következő tervezési lépés a földtömeg számítás és földtömeg elosztás munkarész. A képernyőn most az a táblázat látszik, egy Excel táblázat, amelynek segítségével egyrészt meghatározhatjuk a keletkező földtömeget, külön a töltés, külön a bevágási földtömeget, illetve ezt követően pedig a következő része a táblázatnak bemutatja azt, hogy hogyan tudunk gondoskodni a hosszirányú földtömeg mozgatásról, tehát amikor a egyes keresztszelvények között keletkező földtömegek hiány vagy feleslegét szeretnénk pótolni. A táblázat felépítése az első oszlopban a szelvényértékek vannak, amelyek ugye a szelvényezési jegyzőkönyvből kimásolhatók, itt is összevont cellák vannak, úgy, ahogy a szelvényezési jegyzőkönyvben, tehát onnan ide átmásolhatók. A szelvénytől szelvényig távolság már a táblázat által számolt, illetve a féltávolság is, illetve a szelvényterületeket kell majd megadni először ugye egyenként, szelvényenként kimásolva a keresztszelvények munkarészből, figyelve arra, hogy a töltési területet meg kell növelni 10%-kal, aminek az a magyarázata, hogy a töltésépítéskor a beépített töltés tömörsége az nagyobb, mint a kifejtett talaj által elfoglalt térfogat, tehát ebből következően számolni kell többlettel, illetve a szelvényterületek egyenkénti beírását követően a szelvényterület együtt értékek számol, a táblázat számolja, tehát a két szelvények, két egymás utáni szelvény töltési területeit, illetve bevágási területeit együttesen mutatja be a következő táblázat mező, illetve ezt követően a köbtartalmak kiszámítására kerül a sor, amelyik szintén a táblázat által számolt, a számítási képlet pedig a szelvényterület együtt szorozva a féltávolsággal. Képlet szerint egyébként ugye úgy számolnánk, hogy például a töltési területet, hogy egymás utáni töltési terület, itt az első szelvénynél 2,1, másodiknál 2,2, a kettő összeg 4,3, a bevágásé meg 4,2, itt ugye a féltávolsággal van szorozva, de ez megegyezik azzal a matematikai képlettel, hogy a szelvényterületek átlagát szorozzuk meg a szelvények közötti távolsággal, csak ez a megoldás, ez inkább alkalmas a táblázatban való számításra, mint az előző. A kiszámítást követően megvan a töltés és bevágási köbtartalom, akkor a egyes szelvények között keletkező földtömeg, ezek tulajdonképpen egy földtestet alkotnak a szelvényterületek között, egy prizmatoid földtest alakul ki. Ennek a földtestnek bizonyos hányadást töltés, bizonyos hányadást bevágás alkotja. Hogyha a töltés nagyobb, mint a bevágás, mint ahogy itt látható az első két szelvény között, akkor ebben a prizmatoid köbtartalomban, ebben a prizmatoidban hiány keletkezik. Nézzük a következőt, itt a töltés 41 köbméter, bevágás 42 köbméter, itt viszont a felesleg keletkezik. Látható, hogy a szelvényben felhasználható földtömeg, amelyik tulajdonképpen a kettő érték közül a kisebbik, mert csak annyit tudunk felhasználni, amennyi van, illetve csak annyit tudunk beépíteni, hogyha nagyobb a bevágás, amennyi a töltésnek a köbtartalma. Tehát keletkeznek hiányok és feleslegek.
amelyeket ki kell egyenlíteni, tehát a feleslegekből a hiányokat pótolni kell. Figyelni kell arra, hogy amennyiben a teljes földmennyiség, teljes felesleg nagyobb, mint a hiányzó földtömeg, akkor olyan ne forduljon elő, hogy a hiányzó földtömeget azt anyagárakból pótoljuk, illetve fordítva, hogyha hiány nagyobb, mint a felesleg, ne forduljon olyan elő, hogy a felesleget depóniába helyezzük ki, tehát úgymond szoros földtömeg kiegyenlítéssel kell számolni. A következő mezőknek a kitöltéséről későbbiekben majd lesz szó. Itt igazándiból grafikusan kell bemutatni azt, hogy melyik feleslegek melyik hiányba mennek, illetve ha előfordul olyan, mint ami ebben a példában, hogy tulajdonképpen a hiányt nem tudjuk a feleslegből pótolni, mert nincs annyi felesleg, akkor anyagárokból töltésbe, mezőbe írjuk. Természetesen mind az anyagárokból töltésbe, mind a bevágásból depóniába való szállítás nem azt jelenti, hogy anyagárokból töltésbe való szállításnál anyagárkot nyitunk, hanem egyszerűen a bevágási rézsűt laposabbra építjük, és a keletkezett többlet föld mennyiségből pótoljuk a hiányzó, töltési oldalon hiányzó földtömeget, illetve hogyha ugye nagyobb a felesleg mennyisége, akkor deponiába, rovatba írjuk be, de tulajdonképpen a töltési oldalra toljuk át a felesleget, megnövelve ezzel némileg a korona szélességét. Fel kell tüntetni itt az egyes szállítási szakaszokat, látható, hogy itt egy vastagabbra megválasztott cella elválasztó vonallal választjuk el az egyes szállítási szakaszokat, sorszámot is adunk nekik, illetve feltüntetjük a sorszám után, sorszámot tartalmazó kör után a számlálóba a pontos szállítási távolságot, a nevezőbe pedig a normatáblázatok szerinti felkerekített távolságot. Látható, hogy 50 alatt a normatáblázat szerint 50, 51-től meg már 200 a normatáblázat szerinti távolság. Tulajdonképpen a következő mezők egymás után a szállítási szakaszokra vonatkoznak. Itt nagyon fontos az, hogy egy-egy szállítási szakaszban csak egy fele mozog a föld. Vagy bevágásból töltésbe, vagy bevágásból deponiába, vagy anyagárokból töltésbe, ahogy az előbb ezt néztük. Tehát vagy kettő együtt nem fordulhat elő. Összes föld mozgatása, majd a 22-es mezőbe a szállító eszköznek a rövidítését kell feltüntetni, erdészeti utaknál, hegy és dombvidéki terepviszonyok között mindenképpen a dózer az a földfejtő és szállító eszköz, amivel megépíthető a durva földmunka, illetve gréderrel majd a finom földmunka. A talajosztályt a fejtési osztályát tartalmazza, amelyik 1-től 7-ig terjed, az 1-2 a könnyen fejthető kategóriába tartozik, itt nyugodtan vagy egyet, vagy kettőt tüntethetünk fel. Jó, ezek után nézzük meg, hogy hogyan történik részletesen a táblázat kitöltése, mire kell odafigyelni a táblázat kitöltésekor. A szervényezési értékeknek az ábrázolásáról már ejtettem szót, tehát a szervényezési jegyzőkönyvből kell átmásolni. Ha itt most lemegyünk az első oldal aljára, látható, jön a következő oldal, mindenkinek valószínű, hogy szükség lesz a második földtömegszámítási oldalra is. Az első oldal végén, az utolsó szelvényt követően megjelenik itt a mellette lévő cellában a szelvénytől szelvényig távolság, az összesen, ez itt azért van döltelme kisebb betűk, ez egy kontroll jelent a beírásra vonatkozóan, tehát amennyiben itt valamilyen szervényezési elírás van, akkor ugye itt nem egyezik meg a két érték, ennek meg kell egyezni mind az első oldalon,
mint a második oldalon. A második oldalon persze annak figyelembevételével, hogy hozzá kell adni a második oldal összesennyét az első oldal összesennyéhez, akkor kapjuk meg a végszelvényt. Tehát a szelvénytől szelvényig távolság, ez tulajdonképpen látható itt a fejlécben, maga a táblázat számolja. Ugyancsak a táblázat számolja ennek a felét. Mire kell odafigyelni ennek a felének a félérték számításánál? Hogyha a szelvénytől szelvényig távolság centiméter értéke az páratlan, akkor látható itt a táblázatban, hogy az első esetben, tehát az 1 plusz 18, 11 és az 1 plusz 25, 16 szelvények között a 7,05-ös távolság, egyszer 3,52, egyszer 3,53. Látható, az első esetben felül lett írva a cella számítási képlete, és be lett írva a 3,52, hogy egyszer föl, egyszer le, fele kerekítsünk. Ezt kell követni a többi esetben is. Tehát amennyiben például itt 7,71 van, itt ebben az esetben úgy jött ki, hogy amennyiben itt meghagyjuk a felfele kerekítést, akkor fog kijönni a távolságnak a fél értéke. Jó, és ezt a másik oldalon is ennek megfelelően kell elvégezni. Mire kell odafigyelni a két táblázati oldal között? Hasonlóan a szelvénylési jegyzőkönyvhöz, itt is úgy működik a számítás menete, hogy az első oldal utolsó szelvényét a második oldalon meg kell ismételni, illetve meg kell ismételni majd a szelvény területeket is, annak érdekében, hogy folyamatos legyen a számítás és a földtömeg meghatározása. Jó, nézzük meg akkor a szelvényes jegyzőkönyvből a szelvények átmásolását követően mi a teendő, ugye kiszámolásra kerülnek a szelvénytől szelvényig távolságok, a féltávolságok, és most jön az a lépés, ami miatt itt jobb oldalon a keresztszelvények munkarész meg van nyitva. Nézzük szelvény, az egyes szelvényeket. Az első szelvénynél a keresztszelvényekben meghatározásra került a töltési terület, illetve a bevágási terület a korábban elhangzottak szerint. Itt a töltési 10%-os többlet, ugye, amit említettem, hogy egyrészt a megépített töltés nagyobb tömörsége által ugye, kisebb térfogatot foglal el, a beépített talaj, másrészt pedig elpergésre is figyelembe veszünk valamennyi talaj vagy földmennyiséget, épp ezért megnöveljük a töltés területét. Tehát, hogyha itt be kell írni az első esetben, tehát a 0 plusz 0,0 szelvényhez a 10%-kal megnövelt töltésértéket, akkor az 1,9-es mért töltési területet meg kell szorozni 1,1-el, kapjuk a 2,09-et, szintén 10 négyzetméter pontosságra kerekítünk, tehát ide 2,1-et fogunk írni. Ugyanennek a szelvénynek a bevágási terület az 2,1, tehát oda pedig 2,1-et írunk, ugye változtatás nélkül. A második szelvénynél a töltési terület az 2, szorozva 1,1-el, ugye az 2,2, ennek a bevágási területe az szintén 2,1. A harmadik szelvénynél, a 0 plusz 40-esnél a töltési terület az 1,7, szorozva 1,1-el az 1,87, tehát 1,9. A bevágási terület pedig 2,1, szintén. És van még egy hiányzó szelvényünk, mégpedig az íveleje szelvény, ez a 0 plusz 58-as szelvény, ahol a töltési terület az 2,3,
szorozva 1,1-el, az 2,53, tehát 2,5-öt kell ideírni. A bevágási terület 1,9. Jó, és így tovább, szelvényről szelvényre haladva. Minek után így a keresztszelvényekből átírtuk a töltési, bevágási területeket, ugye figyelve, hogy megnöveljük a töltési területet, tulajdonképpen kiszámításra kiszámítja a táblázat a szelvényterületeket együttesen, tehát két szelvény között keletkező, két szomszédos szelvény területének összegét képezi, úgy, ahogy az a bevezető tájékoztatóban elhangzott, majd a féltávolsággal megszorozva kapjuk a töltés és bevágásnak a köbtartalmát. Jó, itt tulajdonképpen a jobb oldalon megjelenő magyarázó ábra illusztrálja azt, amit a táblázat számol, tehát itt két szelvény közötti prizmatoidnak a töltési, illetve bevágási föltömege, kinek meghatározása látszik. A keresztszelvényekben lévő töltési területek itt vannak, 3,2-3,6, meg vannak szorozva ugye 1,1-el a 10%-os növelés érdekében, ugye ez 4 négyzetméter, itt pedig 3,5, tehát összeadva az 7,5. A szelvények közötti távolság az 20 méter, ennek a fele az 10 méter, tehát ha megszorozzuk 10-zel, akkor a töltési terület az 75 köbméter lesz. Ugyanígy a bevágási területnél, ugye itt nincs növelés, az elsői 1,1, a másodiki 1,9, szorozva 10-zel, tehát 30 köbméterünk lesz a bevágási köbtartalom. Tehát látható ebben a vegyes szelvényű prizmatoid ábrában, hogy nyilván a bevágási föltömeg az kisebb, mint a töltési föltömeg, tehát ebben a prizmatoidban hiány keletkezik, mégpedig a 75-ből kivonva a 30-at, az 45 lesz. Tehát ebben a prizmatoidban a szelvényben felhasználható mennyiségű föld, az tulajdonképpen 30 köbméter lehet, hiszen csak annyit tudunk beépíteni, amikor építjük ezt a prizmatoidot, elképzeljük, hogy ezt külön építjük, akkor csak 30 köbméter tudunk ide beépíteni, nincs több talajunk, tehát máshonnan kell idehozni a hiányzó 45 köbmétert. Nézzük akkor tovább a táblázatnak a kitöltését. Haladjunk tovább. Tehát meghatározásra került a töltési és bevágási köbtartalom, ugye prizmatoidonként egymás után sorban. A következő mező a szelvényben felhasználható föltömeget mutatja, ahogy azt már az előbb megállapítottuk, ugye mindig a kettő közül a kisebbik érték lesz a szelvényben felhasználható. Tehát az előbbi példánál a bevágás kevesebb volt, mint a töltés, mint ahogy itt a legelső prizmatoidnál látható, tehát a 42-t írtuk idebe, a nagyobbik a töltési köbtartalom volt, tehát a 43-ból kivonva 42-t így egy köbméternyi hiány adódott itt. Tehát kialakulnak a hiányok és a feleslegek sorban. Amikor ehhez a számítási részhez értünk, akkor oldalanként el kell végezni egy nagyon fontos ellenőrzést, mégpedig azt, hogy összesítjük a szelvében felhasználható föltömeget, ugye ez a 11-es mező, ami jelen esetben 705 köbméter. Hogyha ehhez a 705 köbméterhez hozzáadjuk az összes hiányzó föltömeget, akkor a bevágási, vagy a töltési föltömeget, tehát a 858-at fogjuk megkapni. Jó, ha hozzáadjuk ugye ezt, akkor 858 lesz, illetve hogyha
a szelvűen felhasználható föltömeghez hozzáadjuk a felesleges föltömeget, akkor pedig ugye megkapjuk a bevágásnak a köptartalmát. Jó, hát ez itt látható, hogy rendben van. Ezt ugye oldalanként kell megtenni, ugyanígy a második oldalon is. A második oldal összesennyét követően alámásoljuk az első oldal összesennyét, és egy mindösszesen sor képezünk. Ugyanezt a vizsgálatot itt a mindösszesen sorban is el kell végezni. Látható, hogy itt is megegyezik az ellenőrzés, az előbbi ellenőrzés eredménye, tehát rendben van. Bármelyik, tehát vagy a hiányzó föltömeget adjuk hozzá a szemmel felhasználatot, akkor ugye a töltést kapjuk meg, vagy pedig a felesleges föltömeget adjuk hozzá, akkor pedig ugye a bevágási köptartalmat kapjuk meg. A következő rész, ugye ez a második lépés, amikor a hiányok és a feleslegek kiegyenlítéséről kell gondoskodni, tehát hosszirányú szállításról van szó. Ugye a szervben felhasználható föltömeg, az azt jelenti, hogy szervényen belül, tehát egy prizmatoidon belül történik meg az anyagmozgatás, ezt hívjuk keresztszállításnak, viszont a keletkező, folyamatosan keletkező hiányok és feleslegek kiegyenlítéséhez pedig már hosszirányú föltömegmozgatásra van szükség, ahogy itt a bemutató mintában látható is. Nézzük akkor, hogy ez hogy történik. Először nézzünk meg egy kitöltött ilyen szállítási szakaszt. Ez legyen az első szállítási szakasz. Itt adódik mindjárt az első két prizmatoidnál, hogy az első prizmatoidnál egy köbméter hiányunk van, a másodiknál pedig egy köbméter feleslegünk van. A 17-es mezőben, ugye szerben felhasználható köbtartalmat tüntetjük fel a szállítási szakaszon belül. Mi jelöli a szállítási szakasznak a végét? Ugye, hogyha kijelöljük azt a három cellát, amelynek az alsó vonalát megvastagítjuk, akkor ugye azt a másik oldalon, a 17-es mezőtől kezdve ugyancsak megtesszük, ezzel választjuk le ezt a szállítási szakaszt a további, a következő szállítási szakaszról. Majd erre egy mintát is, példát is mutatok. Jó, tehát be kell írni a szállítási szakaszba, hogy mennyi a szelvényben felhasználva föltömeg. Ugye ez a 42 és 41-nek az összege, az 83. Bevágásból töltésbe, tehát a feleslegből a hiányba megy egy köbméter, és ahogy említettem, csak két szám szerepelhet itt az összesen földmozgatása mező előtt. A kettő összege tehát 84 lesz, szállítóeszköz, dózer, talajosztál 2. Mit kell itt feltüntetni grafikusan? Fel kell tüntetni összeklammerolva a hiányt és a felesleget, majd nyillakkal mutatva, hogy honnan merre fele mozog a föld, meg kell határozni a pontos szállítási távolságot, amely pontos szállítási távolság az nem más, mint a hiányzó föltömegek súlypontjának szelvényezési értékének és a felesleges föltömeg súlypontja szelvényezési értékének a különbsége fölkerekítve méterre. Ugye itt az első esetben ez viszonylag egyszerű, hiszen a féltávolság megvan. A féltávolság, ugye itt, tehát az első 1 köbméter hiánynak a szelvényezési értéke az 0 plusz 10 lesz, a feleslegé pedig ugye a kezdőszelvénye ennek az egy feleslegnek a 0 plusz 20, ehhez jön hozzá a 10 féltávolság, tehát a súlypontja ennek az 1 köbméter feleslegnek, ez a 0 plusz 30, 0 plusz 30-ból 0 plusz 10-et, az tulajdonképpen kereken 20 méter lesz, ahogy itt látható is. Majd mutatok egy kicsit bonyolultabb példát is, ami nem ennyire egyszerű. Jó, tehát itt jönnek egymás után. Nézzük, mi van akkor, hogyha
a nem pontosan annyi a rendelkezésre álló felesleg, mint amennyi hiány van. Itt például a következő példában látható, hogy 5 köbméter feleslegünk van, 4 köbméter hiányunk, tehát meg kell osztani ezt az 5 köbméter hiányt 4 és 1 köbméterre. Hogy ez hogy történik, mindjárt a másik példán be fogom mutatni, és meg kell határozni, hogy mi az a szakaszhatárszelvénye, ami itt a fejlécben az előbb olvasható is volt, szakaszhatárszelvénye. Ugye ide akkor kerül szelvényelési érték, hogyha valamilyen hiányt vagy felesleg köbtartalmat meg kell osztanunk, annak érdekében, hogy egy-egy szállítási szakaszba ugye, kielégítsük a hiány és a feleslegnek az egyenlőségét. Jó, nézzük is meg akkor ezek után ezt követően ezt a mintát, illetve még egy példa látható itt a következő szállítási szakaszban. Itt ugyanis arról van szó, ha megnézzük, hogy a feleslegek, ami itt még egyel, itt még adódott 1 köbméteren, tehát 1, 15, 13, 13, 6, 2, összeadjuk, akkor ez 50, ezt az 50 felesleget kell eljuttatni oda, ahol nagyobb mennyiségű hiány van, mégpedig az lesz a 30 és a 45 köbméteres hiány megosztását követően, ugye kialakul 50 köbméter. Miért kellett megosztani a 30 köbmétert? Azért kellett megosztani, mert ebben az esetben ugye itt volt 6 köbméter hiány, és ehhez a 6 köbméter, 6 köbméter hiányhoz hozzáadjuk még az 1 köbméter hiányt, ugye az itt, ha nincs a közelben lévő szelvényekben, nem keletkezik felesleg, akkor ez anyagárokból fog töltésbe jönni. Itt mutatja is ez az 5. szállítási szakasz, hogy itt tulajdonképpen erről van szó, csak befele mutató nyíl van, és nincs külön, tehát itt ebben az esetben nem kell külön pontos szállítási távolságot számolni, hiszen nem is tudnánk, hanem itt automatikusan ugye a szabványos 50 méteres legkisebb szállítási távolságra kerül a nevezőbe is, és a számlálóba is, és a nevezőbe is. Itt látható, hogy még nem lett leválasztva a szállítási szakasz. Ezt meg tudjuk úgy tenni, hogy a cellaformázásnál, a szegélyeknél kiválasztjuk a vastagabb vonalat, és kivastagítjuk. Ezáltal ugye le van választva a szállítási szakasz, illetve amit itt az előbb átugrottam, az volt egy viszonylag megint az a szituáció, mint a legelején, tehát a 3 köbméter hiány, 3 köbméter felesleg egymás után következik, célszerű ezt egy szállítási szakasszal megoldani. Itt, ha itt is kiszámoljuk az előbbiek szerint, akkor a pontos szállítási távolság 15 méter lesz, illetve felkerekítve 50 méter. A másik, ami előfordulhat még, hogy a nagyobb mennyiségű felesleg, mint ahogy itt az előbb már belekezdtem, az 1, 15, 13, stb. Ennek ugye 50 az összege. Itt a maradék hiány, amit ezt ki tud elégíteni, ugye nyilván csak 50 köbméter lehet, akkor a 30-ban maradt 29, tehát még a 45-ös hiányból még 21 köbméter ide fog majd tartozni. Ugye lehet kérdés az, hogy miért nem itt húztuk meg az előző szakasz határát, ugye itt eléggé sűrűn következnek egymás után a szállítási szakaszok. Látható, itt egyszer lába kell ábrázolni a két föltömeget, ami ugye úgy történik, vagy úgy történik, mint ahogy itt van, tehát hogy a egyszer lába, hogy írunk két számot, vagy a beszúrással, szövegdobozzal, vagy pedig az összevont cellát ugye szétbontjuk két cellává, és akkor a két cellába írjuk be a két számot. Ehhez, hogy ide a hiányba eljuttassuk ezt a felesleget, ugye tulajdonképpen itt keresztezünk két másik szállítási szakaszt,
az látható, hogy ennek mi a jele, ennek a jelét is, mint ahogy a nyílnak a jelét is, illetve a szállítási szakaszt jelölő kör is benne a szám, illetve a két szám, ami utána jön, pontos szállítási távolság, meg a felkerekített szállítási távolságot a közrebocsátott táblázatban én ezt megadom, tehát onnan lehet akkor másolgatni és beilleszteni, kiegészíteni a saját táblázatot. A példa, amit bemutatnék részletesen, az a következő szállítási szakasz lenne, ugyanis itt arról van szó megint, hogy nem a hiányzó föltömeget kezdjük el összeadni, mert eleve a hiány az nagyobb, mint a felesleg, hanem a felesleget, hogy mennyi feleslegünk van. Ehhez átmegyünk a következő föltömegszámítási oldalra, és ugye itt van még 1 és 7 feleslegünk, fölötte pedig itt jönnek sorba 16, 22, 23, 15, 4, majd ugye ezt fogjuk tudni kielégíteni, ebből tudjuk kielégíteni a fölötte lévő hiányokat, a 10, 17, 29 és 24 föltömeget. Jó, ha összeadjuk a felesleget és a hiányokat, akkor 88 köbmétert kapunk. Meghatározandó tehát egyrészt a 45 köbmétert, hogyha megbontjuk 21-re és 24-re a szakaszhatár szelvénye, illetve meghatározandó a pontos szállítási távolság is. Ezt egy bemutató ábrán fogom majd elmagyarázni, részletesen bemutatni, viszont kitérnék itt még a szállítási szakaszok összesennyére, tehát itt is össze kell adni a 17-es, 18-as, tehát a szelvény felhasználható a bevágásból töltésbe, bevágásból depóniába, hogyha ilyen van, de itt most nincs, illetve az anyagárakból töltésbe mezők összesennyét, és így kialakul az oldalon a szállítási szakasz összesennye, amit nem tudunk ellenőrizni, mert ezt ellenőrizni csak akkor fogjuk tudni, hogyha már átmegyünk a másik oldalra, ott is elvégezzük a szállítási szakaszok kialakítását, kijönnek az összegek, az összesenek, és a mindösszesen oszlopot fogjuk majd ellenőrizni a későbbiekben ismertetettek szerint. Jó, nézzük meg tehát akkor ezt a szállítási szakaszt, amelyik szállítási szakasz tulajdonképpen átnyúlik, ahogy látható, a másik szállítás, másik oldalra, méghozzá, ugye itt kell leválasztani, a 37-es szemén felhasználható föltömegnél, tehát itt megváltoztatjuk akkor, megvastagítjuk a cellát, itt is előkészítjük a jobb oldalt, ez is megvan, és akkor nézzük, hogy határozzuk meg egyrészt a szelvény, hogy határozzuk meg a határ szelvény, szakasz határ szelvényét, ahogy itt az előbb látható volt, ugye 1 plusz 77, 71, megnézzük azt, hogy határozzuk meg a 45, tehát ugye hogy osztjuk meg 21 és 24 köbméterre, illetve hogyan határozzuk meg a súlypont szevénység értékét mind a hiány, mind a feleslegek esetében. Jó, ehhez akkor kapcsoljuk be a mintarajzot. Az első kérdésre ugye a válasz, tehát hogy osztjuk meg a föltömeget. Tulajdonképpen ez a bemutató minta, ez pontosan azt a két szelvény, azon két szelvény közötti prizmatoidot mutatja be, amelyet meg kell osztani. Ugye a hiány, ugye 45 köbméter. Nézzük meg, hogy ha most bekapcsolom azt a fóliát, amelyik ezt a megosztó szelvényt tartalmazza, akkor ugye meg is jelenik az, hogy az 1 plusz 92 21-es szelvénytől milyen távolságra fog elhelyezkedni ez a megosztó szelvény.
hogy számoljuk ki ezt a távolságot? Tulajdonképpen, hogyha most a számítást akarjuk elvégezni, akkor úgy kapjuk meg az x távolságot, hogy ugye feltételezzük, hogy a prizmatoidon belül a föld megeloszlás egyenletes, és a leválasztandó föltömeg mennyisége az 21, ami ugye az előző szállítási szakaszhoz tartozik, a 24 pedig a most számolandóhoz. Így tehát, ha 21 köbmétert elosztjuk a 24 köbméterrel, igen, 21 osztva, rosszat osztottam, 45-tel, ez a helyes arányszám szorozva a 20 méterrel, ez adja a 9,33-at, ami itt látható, és ezt kell hozzáadni a 192,21-hez, így lesz a 2 plusz 0,1 54-es szakaszhatár szelvénye. Ugye a hiba abból adódott, hogy 21-et osztottam el 24-jel, a 21-et a 45-tel kellett volna, mint teljes hiányzó föltömeg elosztani. Jó, tehát megvan a szakaszhatár szelvénye, ezt majd a táblázatba be is fogjuk írni, ugye az 2 plusz 0,1, 54 lesz. Nézzük meg ezek után azt, hogy hogy számoljuk ki a súlypontok szelvényezési értékét. Itt is megjelent ugye ennél az ábránál, amelyik ugye arról szól, hogy grafikusan próbálja ábrázolni a föltömegszámításnak azon részlét, ahol a hiányok és a feleslegek keletkeznek. Arányosan, egy szalagdiagramon arányosan mutatja be ez az ábra, hogy mennyi a feleslegek, hogyan jönnek egymás után nagyságrendben, beírva az egyes oszlopokba azt, hogy mekkora a tényleges táblázat szerinti föld mennyiség. A felesleges és mennyi a hiányzó, ugye megosztottuk a 45 köbméter hiányt, és most a következő lépés az, hogy kiszámoljuk a hiányzó és a felesleges föltömegek súlypontjának szelvényezési értékét. Az pedig a következő képen fog történni. Megnézzük, hogy a szállítandó föltömeg, ugye az 88 köbméter, ennek mennyi a fele? Osztva 2-vel, ugye az 44. Majd a szelvényezés irányában haladva, most a hiányt nézzük, akkor az első, ehhez a szakaszhoz tartozó az első hiányérték az 24, tehát ebből levonjunk 24-et, kapjuk a 20-at, tehát a következő hiányzó föltömegből, következő prizmatoidnál a hiány föltömegét, azt úgy kell megosztani, hogy 20 köbméter levehendő, lehasítandó, hogy összességében a 44 fél szállítandó föltömeg mennyiséghez jussunk. Tehát meg kell osztani a 29-es hiány föltömeget 20-ra és 9-re. Hogy osztjuk meg? Ugye a 20-at elosztjuk a teljes mennyiséggel, teljes hiánnyal az 29, kapunk egy arányszámot, amit be kell szorozni a szelvények közötti távolsággal, ha megnézzük, az pont 20 méter, tehát szorozva 20-szal, megkapjuk azt a távolságot, amit hozzá kell adni a kezdő szelvényhez, amelyik 2,12,21. 2,12,21. És akkor kapjuk azt, hogy a szakaszhatár szelvénye, az nem a szakaszhatár szelvénye, a súlypont szelvényési értéke, az 2 plusz 26 00 lesz. Nézzük meg ugyanezt a feleslegnél. Tehát ugye itt is a 44-ből indulunk ki, haladunk akkor a szelvényés irányában lefelé, tehát 44-ből kivonunk 4-et, kivonunk 15-öt,
kivonunk 23-at, marad a 2 köbméter, tehát a következő 23 utáni feleslegből ugye 2 köbméter hasítandó le a súlypont szervényértékének meghatározásához, tehát megosztjuk a 22-es felesleget 2-re és 20-ra, tehát a 2-t elosztjuk a teljes felesleggel, az 22, megszorozzuk a szelvény közötti távolsággal, az 7 méter, és hozzáadjuk ezt az értéket a 22 köbméteres felesleg kezdő szelvény értékéhez, a 299,89-hez, így lesz 3+0,0,53 a súlypont szelvényezési értéke, és hogyha a 2-t kivonjuk egymásból, tehát a 300,53-ból kivonjuk a 226-ot, akkor kapjuk a 74,53-as értéket, amelyet, ahogy említettem, kerekméterre fölkerekítve 75 lesz a pontos szállítási távolság, és mivel 50 métert meghaladja, 51 métertől már normatáblázatok szerinti kerekített érték az 200 méter lesz. Ugyanígy kell eljárni a többi szállítási szakasznál is, a bevágásból töltésbe való szállításnál. Jó, írjuk akkor be ezeket az értékeket a megfelelő helyre. Jó, hogy a hatos szállítási szakaszról van szó. És először be kell írni a szakaszhatár szelvényét. Ugye itt hogy a 21-24, tehát a 45 köbméter hiánynak a megosztásáról van szó, 45 köbméter hiány megosztásáról van szó. A szakaszhatár szelvényéhez célszerű lemásolni egy már beírt ilyen szöveg dobozt. Ha be akarjuk illeszteni, az mindig a táblázat tetejére fog kerülni. Innen kell ezt a megfelelő helyre juttatni. Hát vagy új szövegdobozt jelölünk ki. És a megfelelő értéket be kell írni. Tehát az jelen esetben 2 plusz 0,54 lesz. Jó, beírtuk a szakaszhatár szelvényét, ugye a jobb oldalon látható, illetve kiszámoltuk a pontos szállítási távolságot, illetve a nevezőbe feltüntettük a normatáblázat szerintit. Ehhez megint, ha már ugye szövegdobozokkal kell feltüntetni, tehát ha van ilyen kész szövegdobozunk, bármelyiket lemásolhatjuk. Ugye a legelsőt azért célszerű, mert úgyis ide fogja beilleszteni. Tehát kijelöljük, így, hogy a blokk látható, legyen csak kijelölve, Ctrl-C, Ctrl-V-vel beillesztjük, és levisszük a megfelelő helyre. Jó, tehát ide a hatos szállítási szakaszhoz. Látható, hogy ez a blokk kitakarja a szállítási szakasznak a körét, meg azt a vízszintes vonalat, amelyik arra a sorra mutat, amelyiken összegezzük a szállítási szakaszt. Ennek kiküszöbölésére most felnagyítanám, ugye most már átmásoltunk minden értéket, ugye ide 75 fog majd kerülni, és 200. Tegyük is meg, hogy ezt felülírjuk. 75. Nevezőbe pedig 200 kerül. Jó. Látható, hogy megszűnt a kijelölés, akkor is ki vannak takarva a vonalak, tehát mindjárt bemutatnám, hogy az hogy történik annak a
helyreállítása, de erre a rajzra már nincs a továbbiakban szükség, tehát ezt itt le lehet kapcsolni, illetve fel lehet kapcsolni a táblázatot, és itt a táblázatban, az Excelben, hogyha most, ahogy kijelöltük ezt a blokkot, a formátum menüre kattintunk, akkor van egy ilyen menüpont, hogy hátrébb küldés, illetve a leghátra küldés, ha erre rányomunk, akkor látható, hogy a korábban kitakart vonalak láthatóvá válnak, és a megfelelő helyen megjelenik a pontosszállítási távolság és a nevezőben a norma táblázat szerinti távolság. Ezek után tulajdonképpen már csak az van hátra, hogy a mindösszesen sorra vonatkozóan miket fogunk ellenőrizni. A első sorban láthatók a sorszámai az egyes mezőknek, annak érdekében, hogy ezek hivatkozási alap lehessenek, ezek hivatkozási alapok lehessenek az ellenőrzéshez, ne kelljen mindig a teljes mezőnevet mondani. Korábban említettem már azokat az ellenőrzéseket, amik az oldalakra vonatkoztak, ugye amikor kiszámoltuk a földtömeget, ez már, és a mindösszesen rovatot is ellenőriztük, tulajdonképpen most a jobb oldal felhasználásával, tehát a jobb oldal összesen értékeinek ellenőrzéséről lesz szó. A 17-es szervén felhasználható földtömeg, amelyik jelen esetben 1196, hogyha ehhez hozzáadjuk a bevágásból töltésbe 148 köbmétert, illetve anyagárokból töltésbe a 20-as értéket, akkor megkapjuk az összes töltési köbtartalmat, és ez rendben is van, 1435. A következő ellenőrzés az, bemutatom, bár ugye itt a példában ilyen nincsen, de menjünk végig rajta. Szervén felhasználva 17-es mező összesennyéhez bevágásból töltésbe hozzáadjuk, és most jönne a bevágásból depóniába helyezés, de ugye ez nincsen. A kettő összege, illetve még a bevágásból depóniába adja az összes bevágást. Tehát jelen esetben ugye ennek a kettőnek az összege kell, hogy adja, tehát az 1196-nak és a 148-nak kell ugye lenni a bevágás földtömegének, 1344-nek, és ez rendben is van. Még egy ellenőrzés van, a 17-es szervén felhasználható földtömeg plusz a 18-as, plusz a 19-es, egyenlő a 20-assal, hozzáadva a 20-as értéket, egyenlő a 21-essel, ez természetes, illetve ennek a 21-esnek meg kell egyezni a 10, tehát az összes bevágási földtömeg, plusz a anyagárokból töltésbe összesennel, tehát nézzük meg, tehát a 10 plusz 20, hogy ez mennyi lesz, a 10-es mezőnek az értéke, tehát 1344, plusz hozzá kell adni a 20-as mezőnek az összesennyét, az pedig 91. Így 1435-öt kapunk az összes töltést, ugye, ami megegyezik a 21-es mező összesennyével. Ha az ellenőrzéseket elvégeztük, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a számításunk jó. Itt még annyit az ábrázolás technikáról, hogy ahogy jeleztem, ezeket a nyilakat, amik mutatják a szállítási, mozgatási irányokat, ezeket rendelkezésre bocsátom, illetve a szakasz szoknak a számát mutató kör is benne, a szakasznak a száma, illetve
a pontos szállítási távolság per a kerekített szállítási távolságnak a blokkja, és egy szövegdoboz rendelkezésre lesz bocsátva, tehát a feladat tulajdonképpen zömében abból áll, minek után beírtuk keresztszelvényekből a szelvény területeket, töltés területét megnövelve 10%-kal. A táblázat tulajdonképpen itt egészen a hiányfeleslegek meghatározásával bezáróan kiszámol tulajdonképpen mindent. Ami dolog van, az a hosszirányú szállításnak a megtervezése az elmondottak szerint. Előfordulhat olyan feladat, ahol tulajdonképpen csak felesleges föltömeg van. Ebben az esetben valószínű, hogy ugye mindenkinek két ilyen föltömegszámítási oldalra van szüksége. Csináljuk ebben az esetben is azt, hogy külön legyen az első oldalon egy bevágásból depóniába szállítás, és külön a másik oldalon is legyen egy ilyen bevágásból depóniába való szállítás, legyen külön első és második oldal szállítási szakasza összesen mező, hogy a mindösszesen így képezhető legyen. Ugyanez igaz, hogyha csak hiány lenne, de ilyen nagy valószínűséggel nem fordul elő. Ilyen kismértékű hiány többletnél, mint ami itt a mintafeladatban van, ugye 91 köbméter, még ilyen ilyen hosszú 3-400 méteres útszakasznál is, ez tulajdonképpen kísértéknek számít, és ugye említettem, hogy ez hogy pótolható, tehát nem anyagárok nyitással, hanem a bevágási rézsű laposabbá tételével, ahogy itt már korábban elhangzott. Jó, ezzel a föltömeg számítás bemutatását, ismertetését befejeztem, a beadandó tehát ez az Excel, kitöltött Excel táblázat lesz. Köszönöm a figyelmet!